Üdvözöllek! A forró nyári napokra ajánlom ezt a gyorsan, főzés nélkül elkészíthető barackleves. Először is tegyél oda fél liter vizet forni, melybe dobj bele egy darab ketté tört egész fahéjat. Főzz 15 percig, majd az egészet együtt hagyd teljesen lehűlni. Ez alatt a citromot vág ketté, facsard a levét egy csészébe. A vaníliamagokat a vaníliarútból kapargasd ki. A barackokat jelen esetben nektárin volt, mosd, majd szárítsd meg. Ha őszi barackból készíted, akkor ajánlatos meghámozni. Szeleteld apró kockákra. Egy turmixgépbe adagold a soron következőket. A feldarabolt barackok negyedét, cukrot, kifacsart citromlevét, a vaníliamagokat, a tejszínt, és a tejfelét, majd alaposan turmixold össze. Az elkészült sűrű turmixot önts bele egy nagyméretű tálba, majd önts hozzá a kihűlt fahéjfőzetet, tejet, egy csészényi feldarabolt barackot. Kóstolj! Ha szükséges, adj hozzá még cukrot, majd keverd jól össze. Ízesíd egy evőkanálnyi rummal. Végül add hozzá a még fel nem használt barackkockákat. Egy utolsó keverés következik. Ezután irány a hűtő. Legalább 2 órán át hűsd. Tejszínhabbal és citromfűvel díszítve tálald. Hidegen nagyon finom, igazi nyári leves különlegesség. Jó étvágyat kívánok! Ha nem akarsz lemaradni az új receptekről, iratkozz fel YouTube csatornámra!